A válás ugyanolyan klasszikus téma, mint a szerelem, azonban az előbbi kérdéskört viszonylag kevés darab dolgozza fel. Ezen az arányon javít Vég Zsolt drámai komédiája, a Rózsák háborúja. Egy mesésen induló szerelemre és 15 boldognak tűnő évre tesz pontot Barbara, aki belefáradt a hitvesi évekbe, ezért változtatni és válni akar. A döntés után azonban elszabadul a pokol. Miközben a tét látszólag az, hogy ki lesz az évek során felépített gyönyörű házuk, valójában nem sokára már egymás testi és lelki egészségének tönkretételén, a másik teljes anyagi és fizikai megsemmisítésén fáradoznak, két olyan ügyvéd szorításában, akik a pénzért mindenre képesek. Mivel a válás vagy a szakítás mindannyiunk számára egy fontos téma, és mindannyian találkoztunk vele, ezért mind a színészeknek, mind a nézőknek ez nagyon átélhető. Tehát hálás dolog egy olyan vígjátékot csinálni, ahol az alapdráma az mindenki életében nagyon erősen jelen van. Tehát erről baromi sokat tudunk, ezzel nagyon-nagyon-nagyon könnyű azonosulni, könnyű fájdalmas és vicces azonosulni. A vígjáték érdekessége, hogy a próbák idejére a rendező úgynevezett improvizációs pontokat helyezett el. Ezeket a színészekkel közösen dolgozzák majd ki, így a darab végére még emberibb és személyesebb lesz a történet. A darab mindenképpen mutatni fog egy példát arra, hogy zajlik egy válás, mi történik. Igazából magát a konklúziót lehet levonni, és az ember ezután, az előadás után talán végig gondolja. Párkapcsolatait, eszébe jutnak ezzel kapcsolatban dolgok, és hát ez építheti a véleményt vagy az életét ezzel kapcsolatban. A Broadway komédiát 1989-ben megfilmesítették, és több darabban fel is dolgozták. Itthon korábban Détár Enikő és Rékasi Károly vitte sikerre a családi horrort, most pedig a Móricz Zsigmond Színház színpadán Kuti Patrícia és Rák Zoltán küzdenek majd meg egymással.